kedvenc főhőseink top 10-es listáját ismertetjük veletek. A nap harmadik helyezettje Sherlock Holmes. Sherlock Holmes egy nagyon-nagyon különleges karakter. Bevallom, hogyha rajtam múlt volna, akkor ő lett volna az első. Én Sherlock Holmes mániákus vagyok, olyannyira, hogy Sherlock Holmes relikviáim vannak a Downing Street-ről, Sherlock Holmes shopból. Miért mondtam Downing Street-et a Baker Street helyett? Én magam sem értem. Hát azért, mert az én Sherlock szívem, Holmes for president, igen. Az én szívem miniszterelnöke, igen. Sherlock Holmes, igen. Így van. Igen, igen. Tehát, hogy a Sherlock Holmes az egy utánozhatatlan karakter, szerintem minden idők legjobban megalkotott karaktere, olyannyira, hogy a Dr. House figurájában egy az egyben lelopták a Sherlock Holmes, de minden elemében, tehát ez a kényszerbeteg, mániás depressziós, drogfüggő, nőgyűlölő zseni, akinek átláthatatlan a logikai készsége, de ugyanakkor mindig a jóra és csak is a jóra használja, de ugyanakkor viszont végtelen cinizmusával és a végtelen szarkazmusával próbálja magáról elterelni azt a benyomást, hogy ő bármennyire is jó lenne, pusztán azért, mert sérti más embereknek a rajongása. Szóval, de ugyanakkor meg igényli is, meg el is várja. Szóval, na mindegy, egy az egybe a karaktert ellopták. Tehát, hogy én sok mindenért rühellem a Dr. House-t. Egyébként a színész, aki játssza a Dr. House-t, az nagyon jó. És nem is bánnám, hogyha Holmes játszana. És ami az imádnivaló a Sherlock Holmes-ban az, hogy milyen elragadó a nőgyűlölő. Hogy van a kedves neje? Nem vagyok nős Holmes. Nagyon helyes. Ez egyszerűen kiváló. Tehát, hogy az, ahogyan ő igazából nem gyűlöli a nőket, hanem mélységesen megveti őket, mélységesen lenézi őket, kivéve Irene Adlert, ugye, aki hát az egyetlen, aki Holmes meg tudta szivatni az egész pályafutása során. Nem úgy értjük, hogy az egyetlen nő, hanem hogy ez egyetlen, mondjuk Moriarty professzortól eltekintve az egyetlen, azt lehet mondani, aki Holmesnak komolyabb gondot tudott okozni. Fogalmazunk úgy, hogy méltó Holmeshoz. Igen, Holmes számára a minden szellemi síkon zajlik, és ezért aztán ő a szexualitást, meg a testiséget is egy ilyen alantas dolognak tartja. Igazából a drogokhoz is akkor menekül, amikor éppen a depresszió szakaszát éli. Mondom, hogy igazi angol. Fontos tudni Sherlock Holmesról, hogy Sherlock Holmes az mániás depressziós, van ez a bipoláris személyiségzavar. Ha akkor lett volna, létezett volna ez a diagnózis, akkor nyilvánvalóan annak diagnosztizálták volna. Vannak ezek a mániás szakaszok, amikor éppen van egy ügy, és annak a depressziós szakaszok, amikor nincsen ügy, és olyankor kerül a képbe a morfium, meg az ópium, meg a kokain. A Watson doktor, aki az egyetlen fék Holmesnak az életében, pedig hát Watson egy kimagasló intellektusú ember, tehát, hogy így, mi mindannyian szeretnénk olyan intelligensek lenni, mint Watson, akihez képest. Igen, de ahogy történetről történetre tanul Holmes-tól, és ahogy egyre fejlődik, hát az is tökéletesen megvan írva, igen, hogy Watson fejlődik Holmes mellett. Igen. És hát a Holmesnak a nagysága és a zsenie, hát az leírhatatlan. Tehát, Watson, mégsem fekteti a pénzét dél-afrikai bánya részvényekbe? Honnan a csodából tudja ezt? Pedig, kedves Watsonom, ez korán sem nehéz. Létrehozza az egymásra épülő tényekből, melyek önmagukban csupán semmiségek, a következtetések sorát, majd egyszerűen átugorva a közbülső lépéseket, a hallgatóval csak a kiinduló pontot közli, és a konklúziót. A hatás mindig mellbevágó, bár olykor kicsit teátrális. Jelen esetben a kiinduló pont krétapor volt a bal keze mutató és hüvelykujja közt. A végkövetkeztetés: nem fekteti a tőkéjét dél-afrikai bánya részvényekbe. Nem látom az összefüggést. Nem is tagadhatná. Holott az összefüggés világos. Íme a hiányzó láncszemek logikus sora. Krétapor volt a mutató és hüvelykujja közt, amikor este hazatért a klubból, bekrétázta, hogy a biliárdákó jobban csúszson. Az ön egyetlen biliárdpartnere Thurston. Ön egy hónapja említette, hogy Thurstonnek opciója van egy dél-afrikai bányára. Ez egy hónap múlva lejár, és szívesen társulna önnel. A csekk fizetét én őrzöm. Ön nem kérte el a kulcsot, tehát nem szándékozik bánya részvényeket venni. De hiszen ez pofon egyszerű. Watson, minden probléma annak tűnik, miután elmagyarázták. Holmesban az a különleges, ahogyan meglátja a kis részleteket, tehát a figyelme, a figyelmének a minősége az, ami különleges, az ébrenlétének a minősége az, ami különleges, egyrészt, másrészt pedig az önbizalma, amellyel a legcsekélyebb részletekből messze menő következtetéseket tud levonni.